Ha téged is érdekel a fény és látványtechnika, akkor látogass el erre a weboldalra. Megtalálsz mindent, ami kellhet ahhoz, hogy elérd a kívánt látványt. Spot, beam, bosch, par, és még sorolhatnám, mennyi típusú lámpa kapható itt. Vannak komplett szettek is. Ha esetleg lézert és hozzávaló füstgépet keresel, azt is megtalálod a kínálatban, de akár akusparlámpákat is tudsz venni. Az itt megvásárolt termékekre egy év garanciát ad az áruház, és van telefonos support is, ha esetleg elakadnál a beüzemelésben. A videót a fénytechnikashop.hu támogatta. Na ezt így körbe le tudtam bontani, hőlég ám de fúvó segítségével, csak így egy kicsit meleg lett a káva. Ez így szépen elvált innen. Így csak nyilván, amíg meleg a káva, addig a ragasztó hajlamos visszakötni. Jó. Most a pillét azt nem tudom, hogy hogy kell kiszedni. Így aztán most már lassan kihűl. A pillét azt viszont fogalmam sincs, hogy hogy kell leszedni, de szerintem azt is feláztatom. És akkor már ki fog jönni az egész. Na mindjárt azt is feláztatom. Na az van gyerekek, hogy a pillét is le tudtam szépen körbeszedni. Mert ugyanezzel a hőre lágyuló ragasztóval volt megcsinálva, és akkor megmelegítettem itt a kávát. Próbáltam figyelni, hogy a mógnest azt nagyon nem melegítsem. Nem tudom, mennyire esik neki jól. Most ezt a két vezetéket innen leforrasztom. Eztet meg eztet. Most ezt addig megpróbáljuk pofára forgatni. Csak vissza, így pofára forgatjuk. Megvárom, még megmelegszik a páka, adunk neki jó hőfokot, és akkor ezt innen leforrasztom, és meglátjuk a tekercset. Most már rettentően kíváncsi vagyok, hogy mi van. Mondjuk ez a páka, ez pont nem erre való, de hát ha megbirkózik vele. Jó vastag a licehúzal, azt elviszi a hőt, mint az állat, meg ez a nagy fényfelület is. Jó. Na gyerekek, mindjárt kezünkben van a hangszóró. Bele. Úgy van. Na kíváncsiak vagytok? Mert én rettenetesen. Na ehhez mit szóltok? Sehol egy égésnyom. Sehol semmi. Viszont az, most megmondom, hogy ez egy elég hulladéktekercs. Ez gyerekek, ez... Ez micsoda itt? Mi a franc az ott rajta? Hát ez nem lett leégetve kurvára. Ez vagy elment központból, vagy szarul lett összerakva, vagy én nem tudom. De hogy ez nem lett leégetve, az 1000%. Most azt nem vagyok benne biztos, hogy ez a fekete folt, ez itt micsoda. Vagy valami jelölés, vagy... Az csak valami filc. De hogy ez rohadtul nem lett leégetve, még csak meg sincs barnulva a tekercs.
Úgyhogy ez vagy elment központból, nem tudom. De látjátok, hogy ez marhára nem lett leégetve. Minden esetre szépen szét tudtam szedni. Most belenézek még a légrésbe, hogy nincs ebben valami. De szerintem nincs. Mindjárt azt meg úgy csináljuk. Úgy láttam az öreg Fabriciótól. Mondjuk most pont olyan plexilapom nincsen belőle, szokott operálni, de fog ilyen ragasztót. Mondjuk én most megpróbálom ilyen jó paraszba így félbehajtani. Hát így nem fogom tudni beledugni. Teljesen. Nincs egy blófasz se. Belevilágítsunk, belenéztek ti is. Hát a több szem többet lát. Ebben a szekcióban nem látok semmit. Üres a légrés. Hát akkor ez csak elment központból, gyerekek. Esküszöm, bazd meg, berágok. Berágok, veszek izét, ragasztót, amivel meg lehet csinálni. Leveszem a porsapkát, beközpontosítom, és megoldom. És meg fogok tanulni hangszórót javítani, mert ebből elegem van. Veszek egy tetves gépet, amivel lehet hangszórót tekercseni, vagy építek, vagy mit tudom én. Nem értem, hogy... Nem tudom, meg lenne dagadva a tekers, hogy a pöcs tudja. Hú, de mérges vagyok, basszak. Egyből jött, leégettem, biztos leégettem. Miért kell úgy hajtani, hogy hangfalat, hogy leégeted egyből? Nem értem, hogy miért nem fér bele a légrésbe. Pedig amúgy tök jó, alu csévetest. Jó vékony húzal van ezen. És nincs leszabadulva sehol. Nem értem. Nem értem. Na jó, el vagyok menve, gyerekek. Megpróbálom levenni ezt a baszást, ezt beközpontosítani. Na jó van. Baktáló praláim.